Dunapart azért is jó, mert teljesen más perspektívával látod a várost. Nagyon szeretek lejárni ide, csak üldögélni és nézelődni akár a szigetet, vagy a hajókat, vagy a sirályokat. És jó lenne, hogyha több ilyen hely lenne a városban. Szerintem egyre többen igénylik egyébként. Jó lenne mondjuk, hogyha néhány éven belül itt fasor lenne, vagy homokos plázs, ahol az emberek le tudnak jönni, sétálni, biciklizni, és kapnak egy kis teret a városból. A szüleimnek is volt egy erős zsidó identitásuk, de nem igazán, még mai napig sem nagyon tudom, hogy ez mire épült. Mert nem voltak vallásosak, nem tartottak a hagyományokat, nem igazán foglalkoztat őket egyébként, inkább csak ilyen reaktív módon. Tehát, hogyha valahol meghallották ezt a szót, akkor biztos, hogy felemelték a fejüket, meghegyezték a fülüket, és biztos kiálltak, hogyha valakit emiatt valami hátrányos megkülönböztetésért, vagy biztosan reagáltak erre. De valójában nem volt ez nálunk kiforrott, és akkor tulajdonképpen ezt a bátyám hozta vissza, ő kezdett el foglalkozni, és eleinte komoly ellenérzéseket szült, főleg így a nagyobb családomnak a körében, akik abszolút az anyukám részéről abszolút asszimiláció pártiak, magyarul bár tisztában voltak a zsidóságokkal, egyáltalán semmit, de az égvilágon semmit nem akartak ezzel kezdeni, sőt, szerintem előfordult, hogy akár letagadták. Korábban mindenki átmegy egyfajta identitáskeresésen, mindenki próbál csoportokhoz tartozni. Körülbelül ilyen kis kamaszként kezdtem el én is foglalkozni ezzel, de mivel nem jártam zsidó iskolába, és nem jártam olyan közegekbe, ahol ez előjött volna, vagy ezzel foglalkoztam volna mondjuk emberek között, vagy kisebb csoportban, még mindig nem volt annyira erősen jelen, és akkor utána 13-14 évesen voltam először Szarvason, ami egy ifjúsági tábor zsidó fiataloknak, zsidó gyerekeknek. És tulajdonképpen azzal kezdődött ez a megismerkedés. Szarvasra 2003-ban mentem először, és akkor még táborozóként mentem, megjöttem egy csoportba, és akkor utána 3 év után, mikor már ebből kinőttem, azért azt gondoltam, hogy nekem fontos annyira ez az élmény az életemben, mert az a 10 nap az életemben, hogy oda visszamenjek, és egyrészt visszaadjak valamit annak a közösségnek, másrészt pedig, hogy még ezt az élményt minél jobban ki tudjam élvezni, és ki tudjam húzni, és akkor ilyenkor azt lehet csinálni, hogy valaki a csoportvezetőként megy vissza tulajdonképpen. Miután befejeztem Szarvason azt, hogy ezt a csoportvezetősködést, akkor változatlanul úgy éreztem, hogy az oktatással még tovább szeretnék foglalkozni, és már elég sok évet eltöltöttem így a zsidó közösségen belül, és úgy éreztem, hogy azért ez mégiscsak egy szűk tér, és ugyanakkor meg úgy éreztem, hogy van nagyon sok téma, többek között a zsidósággal kapcsolatban, amiről nem tudnak megfelelően az emberek, nincs megfelelő ismeretük, és nincs lehetőségük sem erről beszélni, és akkor adódott az a lehetőség, hogy a haverban elkezdjek önkénteskedni, és így önkéntes oktatóként elkezdtem dolgozni a
esetben. Próbáltam megközelíteni egyrészt vallási oldalról is a zsidóságot, meg mint közösségi részvétel, vagy mint egy közösségnek a tagjaként is, és kulturálisan is. A zsinagógákhoz hasonlóan olyan közösségek sincsenek nagyon, szekuláris közösségek, tehát nem vallási jellegű közösségek, ahol kényelmesen érezném magamat. Tehát azért nem kényelmesek számomra ezek a helyek, hogy azért nem érzem magamat feltétlenül jól ezeken a helyeken, vagy ezekben a közösségben, mert nem feltétlenül a közösség tagjai formálják azt az adott közösséget. Ez nyilván a legérzékletesebben a zsinagógáknál és a vallási közösségeknél, vagy közegeknél jön elő, amit nagyon sokszor az én ízlésemnek túlságosan konzervatívak és nagyon zárkózottak. De ugyanezt lehet mondani a nem vallási közegekre is, és közösségekre is, nem a bezárkózottságokat, hanem az, hogy nagyon kevés olyan közösség van, amelyik tényleg fejlődik, vagy progresszív lenne az én ízlésem szerint. A zsidóság, vagy a zsidó identitásom igazából a többi sok más identitásom mellett csak egy szelete annak, aki vagyok. Ez nem azt jelenti persze, hogy minden percben ezt ki kellene fejeznem, ahogy sok más identitásomat sem fogom feltétlenül minden percben kifejezni, vagy minden percben erre gondolni, hogy én zsidó vagyok. Magyarországon azt tapasztalom, hogy különböző embereknek az együttélése, eltérő világnézetű embereknek az együttélése nem egy természetes dolog. Nem, és nem is jelenik meg úgymond értékként. Nem csupán zsidókra és nem zsidókra kell gondolni, hanem bármilyen nemzetiségű, bármilyen életstílusú, felfogású, hitű emberre. Hiszen egyébként ez minden nap megtörténik, csak nagyon nehezen mondjuk ki. Mondjuk egy osztályterület megnézünk, meg egy osztályt megnézünk, ott nagyon különböző diákok vannak, és sokszor ami köztük történik, az nem szépen leképezni, hogy egyébként mi történik a társadalomban, amikor vannak erősebb csoportok például, akik ilyen falka vezér szerűen megadnak bizonyos normákat, és a többieknek vagy akarnak, vagy nem, de igazodniuk kell hozzájuk, mert ha nem teszik, akkor nekik az kellemetlen lesz. És amikor egy osztályban előáll ez a helyzet, akkor nagyon sokan kényelmetlenül fogják érezni magukat, mert nem szívesen fejezik ki az ellenvéleményüket, vagy nem szívesen fejezik ki azt a másságukat, de hát a más, az csak egy bélyeg rajtuk, semmivel sem másabbak, mint a többiek, mert ilyen más mindig mindenki lehet. Akkor már egy kritikus-e a helyzet, hogyha nem jelennek meg mellette más hangok, és akkor egy ilyen nagyon zárt rendszer ki tud alakulni, ami nagyon veszélyes hosszú távon. Tehát ilyen az, amikor valaki úgymond másként él egy társadalomban, amelyiknek a tagjai, és általában ez a kisebbség, nem szívesen fogadják, nem szívesen hallják a véleményét, nem szívesen tudnak róla, nem szívesen fogadják el azt, hogy valamiben különbözik, valamiben más, valamiféleképpen másképp látja a világot.